Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves vendéget, gyerekeket, kedves kollégákat. Kedves gyerekek! A várakozás hetei után az utolsó előtti pillanatban vagyunk, az iskolai karácsonyi ünnepségen, és ez azt is jelenti, hogy amire régóta vártunk, eljött. Bizonyára sokan vannak közöttetek, akik napokkal ezelőtt a dolgozatírás és a felelés fárasztó pillanataiban, vagy akár ma reggel is az iskolába jövet arra gondoltak, hogy bárcsak már itt tartanánk, bárcsak már a karácsonyi ünnepségen lehetnénk, beszívhatnánk a fenyőfe és a csillagszóró illatát, hallgathatnánk az ismerős karácsonyi dallamokat, énekelhetnénk együtt és átadhatnánk apró ajándékainkat egymásnak. Hiszen mindez azt jelenteni, hogy túl vagyunk a fárasztó fél éven, megmérettetéseken, és elérkezett a megérdemelt pihenés pillanata. Bárcsak már itt tarthatnánk, gondolhattátok sokan, mert akkor már karnyújtásnél lennének csak a karácsony estétől, és végre önfeledten készülődhetnénk az ünnepre. Összedughatnánk a fejünket, a testvérünkkel, a barátainkkal, tervezhetnénk a közös vásárlást, a közös ajándékkészítést, és arra gondolhatnánk, hogy milyen örömet fogunk szerezni szüleinknek, szeretteinknek. Most elérkeztünk ehhez a pillanathoz. Örüljetek hát, őrizzétek meg szívetekben. Ez már a készülődés, a rákészülés ideje. Remélem ez az ünnepség, ez a kis karácsonyi műsor is hozzájárul ahhoz, hogy szép karácsonyotok legyen. Végül engedjétek meg, hogy Juhász Gyula néhány sorával kívánjak minden kedves kollégámnak és az iskola minden tanulójának és kedves vendégeknek jó erőt, egészséget, békességben eltöltött karácsonyt és örömökben gazdag új esztendőt. Bizalmas szívvel járom a világot, és amit az élet vágott, behegeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra régi szeretetben. Ilyenkor decemberben. Legyünk hát jobbak, és higgyünk rendületlen, és ne csak így decemberben. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. A zene állítata, a lélek belüje nyugodtságot, boldogságot, vágyakozást sugall. Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi fozgós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony. Most varázsoljuk így a karácsony hangulatát kellemes darabokkal, melyek következő. Négykezes zongora játékát adja elő Mészárosné Katona Adrián tanárnő és Szabó Melinda 8. osztályos tanuló. Fuvola duettet Molnár Lilla és Szabó Melinda, majd ezt követi Eperjesi Nóra 7. osztályos tanuló zongora játéka, s végül fuvola játék következik zongora kísérlettel Mészárosné Katona Adrián tanárnő, Szabó Melinda és Molnár Lilla tanulók előadásában. Thank you.
karácsony Jézus születésének napja. Ez az ünnep az, amikor mindenki megpróbál egy kicsit jobb lenni, egy kicsit jobban szeretni, és egy kicsit jobban figyelni a másikra. Ajándékot hoz nekünk, szeretetet, békét. Nyugalma száll a szívekbe, lelkekbe. Hallgassuk meg az első A és B osztály előadásában Mentovics Éva, Suhannak a szárnya és Talik Issza, Öröm legyen és békesség című verseket. Előadják Udvari Laura, Nagy Dorina, Orosz Vivien, Király Otto, Csömör Lajos. Suhannak a szárnya. Kis angyal kárcsolinkjelnek, suhannak a szárnyak, apró légi tünemények szobácskákba szállnak. Kezükben egy arancsengő, fehér szárnyak lebben, ilyen csodát nem esett le egy művés sem szebben. Hófehéren kárcskáig csillogó a szárnyuk, fárok, fényes csillagszóró, sziporkázik tájuk. Tündöklőlelzik rádnak, lebennek a szárnyak, hófehér kis angyalkák házról házra szárnak. Kedves hangjuk úgy csinkel, akár száz kis csengő, láthat-e a gyermek ilyet, akar is, ha mennő. Biztos láthat, anyáék is boldogan csodálják, hófehér kis angyalkákat a szívükbe zárják. Leteszik a karácsonyfát szobán közepére, és búcsút intve tavaszának a csillagos égre. Karácsonykor legyen végre minden szívem öröm és béke, egymás kezét megszorítva, ne gondoljunk bajra, s úra, nézzünk a szép fenyőfára, illetve a szép ágra, gyújtsunk gyertyát, énekeljünk, csak a szépre emlékezz. Gazdagodjunk emberségben, s osztozkodjunk szeretetben, jusson mindenkinek jó volt, felvizsgós, hálászó volt. Tartson minden még sokáig, éppen jövünk karácsonyunk, hogy akkor is szépet szóljunk, minden jóért hálát mondjunk. Majd a második áll és kiosztály előadásában a kiscsengő állatszikai jelenetet tekintjük meg. Nézzük meg, hogy beteljesülő a kisfehér állat, aki azt szeretné, hogy felkészített fenyőfa legyen, és hirdesse a házak ablakain keresztül is a messzi világba, hogy a szeretet ünnepén, a családi együttműködés mindannyiunk számára, hogy kedves érzés, mert boldogságot.
és bárki vagy, szeretném, hogy légy ma este egy kicsit boldogabb. Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet, ahogy én neked. Kívánj, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál, ugyanúgy igaz legyen holnap, holnap után. Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet. Békés, boldog karácsony kívánok mindenkinek. Végezetül hallgassuk meg a 4. A és B osztály előadásában az Ad tovább című dalt.